Hullafáradtak voltak, ezért szépen visszagyömöszölték a halottakat a szekrénybe. Kit érdekelnek? Holnapra úgyis eltűnnek, bajlódjon velük a hullagyűjtő. Mert az már bizonyos volt, hogy valaki gyűjti a birtok embertetemeit. Bármilyen hihetetlen, de ennek a könyvnek a sorai egy 9. gimnazista lánynak a tollából, illetve klaviatúrájából fakadnak. Az még hihetetlenebb, hogy egy helyi gimnazistáról van szó, aki sümegen a Kisföldi Sándor gimnázium padjait koptatja. Gondolom, ahogy bennem, másokban is felmerült a kérdés, egy tinédzser lány miért nem a szerelemről az első találkozásról ír, és miért foglalkoztatják őt a gyilkosságok, rablások és főleg a kísértetek. Gimnazista szerelmekről. Az ember minden nap hoz történeteket akár az életben is, de egy misztikus krimi az egészen más. Olyasmiről szeretek én is olvasni, amivel nem lehet minden nap találkozni. Valami érdekesebb, amit az ember nehezen fog föl különös dolgokról, inkább mint átlagos történetekről. Joggal merül fel az emberben, hogy valaki ennyi idősen könyvet ír, hisz a legtöbb fiatal még olvasni sem szokott, nemhogy írni. Lugosi Csenge ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, olvasási élményei között előfordult egy párszor, hogy nem úgy alakult a cselekménye, ahogy szerette volna. Ezért neki kell saját történeteket fabrikálni, ahol minden a saját szája íze szerint történik. Az, hogy mennyire szeret az ifjú írónő, hogy minden úgy történjen, ahogy ő szereti, mi sem bizonyítja jobban, hogy már 2 könyvet is írt középiskolás évei alatt. Az ihletet pedig néha nagyon furcsa eseményet tudják produkálni. A második könyvemet, ami egy kísértett kastélyról szól, egy történet ihlette. Egy újságcikket olvastam egy kísértett kastélyról, a Glamis család kísértett kastélyáról Írországban. Nagyon érdekesnek találtam, és rögtön ki is találtam köré egy történetet. Természetesen a család és a barátok nagyon büszkék Csenge eredményeire, de iskolájában, a Kisfoldi gimnáziumban is sok támogatást kap. Az intézmény könyvtárosa elmondta, nem mindennapi az olyan diák, aki nem csak visz, de saját könyvet is hoz a könyvtárba. Nagy öröm volt számomra, hogy megismerhettem Csengét. Olvastam az első könyvét, novelláiból is, és a verseiből is olvastam. Író-olvasó találkozónk is volt vele a könyvtárban, és rendkívül tehetséges lánynak tartom, aki sokra fogja vinni még az életben. Kiváló fantáziával rendelkezik, nagyon jól fogalmaz, úgyhogy, és egy természetes kíváncsiság van benne, ami talán jó lenne, hogyha még több diákunkban lenne benne. Az elismeréseket nem csak közvetlen környezetéből kapja Csenge. A második könyv elején az ajánlások között olvasható a híres író Lőrincel László neve is. Mindig is írói példaképpen volt, nagyon szerettem olvasni a könyveit, a cselekmény vezetése, az, ahogy föntartja az érdeklődést, nagyon tetszett. És tavaly márciusban elmentem egy író-olvasó találkozójára, ahol mondtam neki, hogy nagyon érdekel a munkássága, és hogy az egyik példaképem, és ő pedig mondta, hogy akkor küldjem el neki a könyvemet. Elolvasta és pozitív kritikával megerősített benne, hogy jó a könyv, olvasmányos és érdemes kiadni. Ahogy már említettem, Lugosi Csenge számos elismerést kapott az iskolájában, vagy különböző pályázatokon. Egy napon pedig mi is elmondhatjuk, hogy az első televíziós szereplés az írónőnek nálunk volt.